Köszöntöm az Élettér nézőit! Ötödik alkalommal szervezték meg őszköszöntő szüreti vigasságukat a felsővárosiak. A központ ezúttal is a Rózsakút és Lilium utca találkozásánál lévő tér volt. A hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulást is tartottak a városrészben. Szüreti mulatságra hívták a felsőváros lakóit a panelházak árnyékából induló felvonulók szombaton a Rózsakút utca és a Lilium utca találkozásánál található Mátyás borozó előtti térre. Meglepő egy kicsit a helyszín, de aki a múltját ismeri ennek a városrésznek, az nem lepődik meg annyira, mert itt valójában egy régi kocsma állt, nem messze a Berki kocsma, illetve egy kis tér volt, és hát ez a paraszt negyednek hívták ezt a területet. Tehát ezért is kötődik ide ez a rendezvény. Úgy gondoltam, amikor fölélesztettük ezt 2012-ben, hogy itt egy központi helyen van, és azok a gyerekek is, azok az emberek is megismerhetik ezt a hagyományt, akik ebben soha nem találkoztak. Az eseményt életre hívó és 5. éve Hanák Erikával szervező Antal László önkormányzati képviselő szerint ez egy kicsit rendhagyó történelem és néprajzóra is. Egyértelműen fő célunk a hagyományok ápolása, de nem mellékes szempont a közösségi élmény nyújtása sem, fogalmazott a rendezvény fővédnöke. Volt olyan, amikor főzőversenyt is csináltunk, az is népszerű volt. Ma egy kicsit már változtattunk ezen, de az alap nem változott. Tehát például szőlőharanggal hol találkozhat ma egy gyerek? Sehol. Itt van lehetőség, illetve néptáncot, népdalokat hallhatnak. Tehát egyértelműen a hagyományoknak a felélesztése, hiszen már eléggé feledésbe merültek ezek a szokások. Reméljük, hogy azért mindig találunk egy pár gyereket, aki majd aztán később emlékszik erre, felkeltjük az érdeklődését, és tovább viszi ezeket a dolgokat. A menetet feldíszített traktorok vezették. Egyik utánfutójáról szólt a népi muzsika, a másikon a Zöld Ág Néptánc Együttes ifjú táncosai foglaltak helyet, a gépesített felvonulókat pedig kosztümös hagyományőrzők és népes lovas csapat követte. A városrész zegzugos utcáit járó vidám menet több helyszínen is megállt, s a megállókban a dobját pergető kisbíró és az ifjú táncosok csalogatták a város apraját és nagyját az esti mulatságra. Este a bálban végadjon a város apraja és nagyja, végadjon reggelig mindenki, ha bírja. Nagyon reménykedem benne, hogy sikeresek leszünk ezzel, hiszen a saját kultúránk fogja a saját azonosságunkat és a saját népünket megtartani. Főleg a mai világban, ahol fortyog, kavarog a kultúráknak a tömege, versenyeznek egymással, tulajdonképpen egyfajta piac is van, és igazából azt tud talpon maradni, amely kultúrát művelik, amely élő kultúra. A felvonulás végeztével a Mátyás borozó előtti téren népszerű operadölcsokrot nyújtott át az érdeklődőknek Pátkai Anna. Csapadóta végasztalja, könyököi le az a szó.
A jó hangulatú születi mulatság kezdetéig Andi Bohóc szórakoztatta a gyermekeket, este pedig a Jómadarak Együttes szolgáltatta a Fergeteges utca bál talpalaralóját. Jó, jó. Oké, köszönöm szépen!